Zsákokban áll a rengeteg hulladéka a Mözsiház udvarán. A férfi, aki idehordta, már nem él itt, az anyja lakik a házban. Ő azt mondja, a fia megkeserítette az életét. Ha szólok, akkor még támad. Hogyha mondom, mit teszel a szemetet? Na. A hulladékot felhalmozó férfi tehát az ismerősei szerint agresszívan viselkedik, ha a problémáról beszélnek vele. Pedig van gond bőven, az utcában, ahol a rengeteg válogatatlan hulladék áll, idős beteg emberek élnek, és kisgyerekek is játszanak az utcán. A környékbeliek a saját ingatlanjaikat féltik, azt mondják, tűzveszélyes, amit a szomszédjuk művel. Kijöttek a közterületesek is, ezért be kellett hozza meg a rendőrökkel, be kellett hordja, és most itt áll a szemét, de még majd ez fog még gyülemni. Pedig volna lehetőség Tollán arra, hogy a hulladékot bárki ingyen letegye az arra kijelölt helyen. És a gyerekek meg itt mind veszélyben vannak. Meg hát nem csak az, a gyerekek, hanem az öregek is. Egyszerűen leéghet a ház, minden. A problémáról tehát a Városházán is tudnak, jártak is a szakemberek a helyszínen. A helyzet viszont nem egyszerű, mivel a hulladék kerítésen belül van. A törvények korlátozott lehetőségeket engednek a hivatal dolgozói számára. Az önkormányzat minden ilyen lakossági bejelentést kivizsgál. Alapvetően azoknál a hulladékoknál, amelyek közterületen találhatók, az önkormányzat intézkedik és el tudja érni azt, hogy onnét a hulladék elkerüljön a lakossági hulladéklerakóba. Sajnos van egy olyan tendencia is nyilván ennek a magas költségei miatt, hogy az ott élő szemetet gyűjtő, szemetet halmozó helyi lakos nem a hulladéklerakóba viszi el ezeket a közterületen található problémát jelentő hulladékokat, hanem ezek egy része visszakerül a saját udvarába, és ez ott sajnos további bonyodalmakat jelent a közvetlen szomszédságra nézve. Bonyodalom pedig valóban bőven akad a szeméthalmozó renitens férfi miatt. A helyiek ugyanis a tűzveszély mellett hatalmas patkányokról beszélnek, amik a házi állataikat is megtámadják. Tyúkokat nem lehet tartani, mert megeszik őket. Akkor patkány. Hát levette a kollégámnak, a macskának, ezt leharapta neki. De a macskának még az állát is. Nem lehet ezt a mai világban megcsinálni ezt, tehát nem haragszom én erre a gyerekre. Mert nekem is eszembe se. Tehát az azt nem lehet megcsinálni, amit ő csinál. Most ez a begyullad véletlenül. Lég az egész sor. Akkor az kitérítse meg én nekem. Ez az ember, aki itt van, ebben a házban, akik hát előre rásítadott a szemetet, hogy kapott 1000 forintot vagy 2000-et. Én ezzel hoztuk ennyi éveket, az építettem fel a szép házamat, hogy rendben legyen, tisztosan, hogy ő ezt nem tudja betartani magának, mert nem megy el dolgozni, az az ő ügye, baja. Hogy el tudja tartani a család. Én is azért mentem dolgozni, 3 családom volt, hogy fő nem álljunk a becsülettel is rendesen. No de kanyarodjunk vissza a probléma megoldásához. A hivatalnál ugyanis gyakorlatilag a jogszabályok miatt tehetetlenek, az ügy nem hozzájuk tartozik, ezért kénytelenek voltak átadni az illetékes szakembereknek. Ezekben az ügyekben már, amikor nem közterületet érint a hulladék, akkor az önkormányzat sajnos nem járhat el. Viszont ilyenkor arra van lehetőségünk, hogy a Tolna vármegyei kormányhivatal részére illetékességből áttesszük ezt az ügyintézést, és nekik vannak olyan jogosítványaik, amelyekkel el lehet érni azt, és el is tudják érni azt, hogy a hulladék az udvarokról elkerüljön. Sajnos van ennek egy átfutási ideje. Hivatali ügyintézések, határidők és különböző fellebbezési jogok véget, ennek sajnos nem 1-2 hét, hanem több hónap az átfutási ideje. Viszont Tolnán is van már példa több helyszínen is arra, hogy ezek a problémák megoldódtak.